6 gyulai általános iskola 72 tanulója vett részt a pénteki 6 órás vetélkedőn. A feladatok megoldása során a résztvevő diákok jobban megismerhették egymást, és kicsit közelebb is kerülhettek egymáshoz. Ennek érdekében a különböző iskolák tanulói vegyes csapatokba kerültek. Először igazából úgy tűnt, hogy nem találjuk meg annyira az összhangot, mert úgy nagyon érződött a szakadék úgy közöttünk, de már az első feladatnál annyira jó volt, mert kitaláltuk, hogy mi a közös bennünk, és akkor ebből kiindulva tudtuk megcsinálni a feladatokat, és tényleg utána már mindenki kitalálta egymás gondolatát, hogy most ezután mit kéne csinálni, és utána már annyira jó lesz hangba lettünk, hogy szerintem igazi barátok lettünk azóta az eleje óta. A Vigadóban megrendezett programot a Gyulai Ifjúsági Központ 2008 óta szervezi. A fiataloknak a 6 óra alatt számos feladatot kellett megoldaniuk. Itt a vetélkedőn vannak egyórás feladatok, villámfeladatok, 2, 3 és 6 órás feladatok, amire ennyi idejük van, hogy elkészítsék. Az egyik egyórás feladatunk az volt, hogy a csapatok bemutatkozzanak, csapatfeladat nevet találjanak ki maguknak. Most a másik egyórás feladat, hogy 10 órait készítenek maguknak, éppen szendvicseket készítenek, nagyon fontos volt, megkérdezték nagyon ügyesen, hogy ki a gluténérzékeny, laktóz vagy vega, mert hogy ugye már ezek is jelszerepet játszanak. Vagy például van egy olyan feladatunk, hogy más városból érkezett fiataloknak osztálykirándulást kell tervezniük, megkapták a paramétereket is, most ahhoz készítik, de például a 6 órás feladat az, hogy egy villámújságot kell az ő 6 órájuktól, az ő szemszögükből készíteniük. Szabó Enikő úgy fogalmazott, a verseny legfontosabb célja, hogy a diákok között lévő falakat lebontsák és megtanítsák őket arra, hogyan lehet akár ismeretlenekkel is sikeresen együtt dolgozni.